Ma újból a Hárkivi területen történő eseményekkel foglalkozunk. A helyzet Wolfchanskban továbbra is ellentmondásos. Heves utcai harcok folynak, melyben mind az ukrán, mind az orosz erők egyaránt a település északi részének ellenőrzéséért harcolnak. Az összecsapások a városban különösen az összeszerelő üzem környékén intenzívek. Itt egy több száz fős orosz csoportot vágtak el a hátországtól. Az ukrán géppuskaállásokból teljes ellenőrzés alatt tartják a környéket, Megakadályozva minden a bekerített terület felmentésére irányuló orosz kísérletet. Az agresszor a jelentések szerint új egységeket telepített a térségbe, köztük a csecsen úgynevezett Aida erőket, hogy különböző irányokból, különösképp a 2 számú iskola és a hatos számú óvoda felől próbáljanak előre nyomulni. Erőfeszítéseik ellenére ezek a próbálkozások sikertelenek maradtak az ukrán tűzérség és az FPV drónok tevékenysége miatt. Míg az elszigetelt csoport drónok segítségével történő ellátására tett orosz kísérletek korlátozott sikerrel jártak, addig a gyalogsággal és páncélozott járművekkel folytatott felmentő akciók kudarcot vallottak. Egy a térségben tartózkodó orosz katona szerint a harcok olyan intenzívek, hogy a két oldal harcosai néha nem is több tíz méterre, hanem csupán néhány méterre vannak egymástól. Az is előfordul, hogy ugyanabban az épületben csak annak különböző emeletein tartózkodnak. Ilyen körülmények között gyakran fordul elő baráti tűz is, ide érte köztük a légi bombázásokat is. Az elsődleges orosz cél a logisztikai kapcsolat kiépítése az összeszerelő üzemmel. A támadók abban reménykednek, hogy ebből a pozícióból sikerülne felszámolniuk az ukránok logisztikai ellátását, mely az összeszerelő üzem közelében található három hídon keresztül folyik többszöri sikertelen kísérlet után a legújabb hírszerzési információk szerint az orosz erők most azokat az ukrán csapatokat próbálják meg kiszorítani, amelyek délebre lévő pozíciókat ellenőriznek, ezáltal teremtve meg a kapcsolatot az elzárt csoporttal. Északon a legfrissebb jelentések szerint az ukrán erők újabb gyalogsági támadásokat hajtanak végre a Citadellától északnyugatra, a park területének közelében. Ez a manőver arra utal, hogy az összeszerelő üzen felmentéséért harcoló orosz egységeket is megpróbálják bekeríteni. A közelmúltban készült geolokációs felvételeken láthatunk egy orosz támadást, amely során orosz gránátvető drónok többször dobtak le gránátot az ukrán csapatokra a Korolenka utca mentén. A felvételek első néhány másodpercében látható, ahogy a drón az utcán halad előre a támadás területe felé, és a felső részen pedig a citadellához tartozó néhány épület látható. Az ukrán előrenyomulást nagyban akadályozza a házak és épületek tömeges pusztulása, ami miatt nagyon kevés olyan hely maradt, ahol menedéket lehet találni. A képek tanúsága szerint az ukrán erők már mintegy 250 métert haladtak előre a Korolenka utca mentén a Citadella sarkától, így már csak kevesebb, mint 200 métert kell megtenniük ahhoz, hogy elérjék azt a területet, ahol az északról érkező utakkal keresztezik egymást. A támadásról készült teljes, cenzúrázatlan felvételeket Telegram csatornánkon nézhetitek meg. A link a videó leírásában található. A város ezen részén lévő utcák elrendezésének elemzése arra enged következtetni, hogy amennyiben az ukránok el tudnak érni a parktól a Korolenka utca mentén a Travnia utcai kereszteződésig, és tűz alatt tudják tartani a környéket, akkor elvágják az oroszok utánpótlását dél felé, ami egy sokkal nagyobb katlant hozna létre, mint ami már az összeszerelő üzemnél kialakult. Minden esetre ezek a friss előrenyomulási adatok egyértelműen jelzik, hogy a Vovcsa folyótól északra lévő ukrán erők ellátása folyamatos. Az ukránok emellett továbbra is masszív támadásokat folytatnak a tüzérséggel és GBU 39-es irányított bombákkal. Az oroszok válaszul fokozták az FPV drónjaik használatát mindkét fél az ellenséges logisztikára és egymás járműveinek levadászására koncentrál. Ez a Wovchanskért folytatott harc kritikus tényezője. A legújabb geolokalizált felvételek folytatólagosan intenzív tűzpárbajt és bombázásokat mutatnak. Az első videón az ukrán 116. gépesített dandár felderítő és célmeghatározó tüzérségi egysége, a Korne csoport sikerrel támad meg egy ATGM állást az összeszerelő üzem komplexumában álló egyik épület ablakában. A második videón egy pusztító irányított támadás látható az összeszerelő üzem egy másik épülete ellen. A felvételek a nyugati gyártású irányított bombák rendkívüli pontosságáról tanúskodnak. A legutóbbi néhány nappal ezelőtt rögzített videó egy megrendítő erejű ukrán támadást mutat, melyet GBU-39-es irányított bombákkal hajtottak végre orosz állások ellen a citadella közelében lévő egyik épületben. Úgy tűnik, hogy az épület már a támadás előtt jelentős károkat szenvedett, ez alkalommal viszont teljesen összeomlott. Az ezekről az eseményekről szóló cenzúrázatlan videókat a Telegram csatornánkon is megtalálhatjátok a leírásban található linkre kattintva. Összefoglalva, miután bekerítettek és semlegesítettek több száz orkot az összeszerelő üzemnél, az ukrán erők most épp egy még nagyobb orosz kontingenst készülnek bekeríteni a citadellától nyugatra. Ez az esemény komoly kudarcot jelentene a vovcsánski orosz offenzíva számára. Az orosz egységek taktikai elszigetelése jelentősen meggyengítette a műveleti képességeiket, és zavart okozott az utánpótlási vonalaikban. Ahogy az ukrán erők tovább nyomulnak előre, újabb és újabb fontos pozíciókat elfoglalva, az orosz ellenállás összeomlása Vovcsánszkban egyre közelebbinek tűnik. Ez viszont a régióban történő szélesebb körű terület visszafoglalásokhoz vezethet. Dobj egy lájkot, like ha informatívnak találtad a jelentésben hallottakat, a kép jobb oldalán látható zászlóra kattintva iratkozhatsz fel a csatornára, vagy légy a támogatónk, s a Heimars szint felett már este 8 előtt is megnézheted a legújabb jelentést. Köszönöm a figyelmet, találkozzunk a következő jelentésben.